Az amerikai elnök útban a litvániai NATO csúcsa, illetve finnországi látogatása előtt megállt az Egyesült Királyságban. Joe Biden a tervek szerint megbeszélés folytat Rishi Sunak brit miniszterelnökkel és harmadik Károly királlyal is találkozik, először, amióta királlyá koronázták. Az elnök londoni megállója diplomáciai gesztus, miután Biden bejelentette, az Egyesült Államok kazettás bombákat küld Ukrajnának, több NATO tag is ellenzi a vitatott fegyverzet, illetve lőszer alkalmazását. A brit kormányfő egyértelművé tette álláspontját. Nos, az Egyesült Királyság aláírta azt az egyezményt, amely tiltja a kazettás bombák gyártását és használatát. Továbbra is megtesszük a magunkét, hogy támogassuk Ukrajnát Oroszország illegális és provokálatlan inváziójával szemben. De ezt eddig is megtettük, nehéz harckocsik és legutóbb nagy hatótávolságú fegyverek biztosításával, és remélhetőleg minden ország továbbra is támogatni tudja Ukrajnát, mondta. Az amerikai elnök brit tartózkodása során várhatóan felveti majd az észak-írországi békefolyamatot érintő a Brexit utáni kihívásokkal kapcsolatos aggodalmait is. Sunak pedig valószínűleg az ENSZ által betiltott kazettás bombákat fogja szóba hozni. A közelgő NATO csúcs napirendjén szerepel Ukrajna tagsági kérelme, de Biden szerint Ukrajna nem áll készen a csatlakozásra.